Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió megyei híradóját látják a mögöttünk álló hét legfontosabb híreivel. Egy hónapra letartóztatták az emberöléssel vádolt tamási férfit annak érdekében, hogy hasonló, netán súlyosabb bűncselekményt a tárgyalásig ne követhessen el, valamint az indoklásban szerepel az is, hogy a szökés veszélye is fennáll esetében. A gyanúsított másfél hónapja szabadult, nem rendelkezik lakóhellyel, valamint a tanúk befolyásolására is komoly lehetőséget látott a bíróság, ezért is rendelték el letartóztatását. A bíróság szeretné még kiemelni az üggyel kapcsolatban azt is, hogy a sajtóban korábban már nyilvánosságra került az, hogy az elhunyt sértett ezt megelőzően több mint másfél hónappal korábban kérte az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését a volt élettársától, jelen ügy gyanúsítottjától. Ezen döntésben a Tamási járásbíróság a megelőző távoltartás iránti indítványt elutasította. A gyanúsított ekkor még börtönben volt, a bizonyítékok szerint pedig abban a 4 évben mindenféle kapcsolat megszakadt a sértettel és közös gyermekükkel. A sértett tudomást szerzett arról, hogy a gyanúsított büntetésvégrehajtási intézetből szabadul, és félelmében indítványozta azt, hogy a bíróság rendelje el a megelőző távoltartást. A bíróság lefolytatta ezt az eljárást, ahol meghallgatta az elhunyt sértettet, illetve jogi képviselője is akként nyilatkoztak, hogy a szabadságvesztés alatt teljesen megszakadt a kapcsolatuk a gyanúsítottal. Félelmük ugyan van, de a gyanúsított nem tanúsított semmi olyan magatartást, ami okot adna arra, hogy itt felmerülne akár a bosszúállás, vagy akár bármilyen agresszív bűncselekménynek a veszélye. A reintegrációs tiszt véleménye alapján a férfi semmilyen agresszív viselkedés nem tanúsított, bosszúra való hajlandó nem mutatott. A döntést a nő elfogadta, nem fellebbezett. A bíróság a megelőző távoltartás elrendelését elutasító végzésben nem találta megalapozottnak a törvényben meghatározott feltételeket, miszerint a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított méltóságot, életet, szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenységet vagy mulasztást kell elkövetnie a hozzátartozók közötti erőszak elkövetőjének. Ilyen magatartás tanúsítása nem volt megállapítható. A letartóztatás ellen sem a gyanúsított, sem a védő, sem az ügyészség nem nyújtott be jogorvoslatot. Ismét ülésezett Szekszárd megyei jugúváros önkormányzatának közgyűlése. A mostani alkalom kevésbé volt heves, mint a korábbiak, amikor a képviselők a város költségvetéséről tárgyaltak, azonban ezúttal is fontos ügyekről születtek döntések. A szekszárdi önkormányzati képviselők többek között ismét tárgyaltak a város óvodáinak összevonásáról. Hát gyakorlatilag minden óvoda maradott, ahol van helyileg, tehát igazából az óvodák azok, ami már kijelenthetjük, hogy szeptemberben nem fog működni, az a Bajcsi óvoda. Az egy kis létszámmal működő, és a ott levő gyerekek és szüleik más szülőkkel leegyeztetve más óvodába tudnak menni, és szeretnének is. A kertvárosi óvoda egyelőre nem kerül bezárásra, a kifutó csoportra, de beiratkozni már nem lehet oda szeptembertől, és az összes többi ugye kibővülve a szülői óvodával. Az óvodavezetők segíteni fogják a szülőket annak érdekében, hogy a lehető legjobb körülmények közé kerüljenek gyermekeik. Az összevonásokat az indokolta, hogy a csoportok egyenlőtlenül működtek. Hát ez azt jelenti, hogy volt olyan csoport, ahol 14 fővel működött, és volt olyan csoport, ahol 23-24 fő volt. És a finanszírozása, tehát úgy van a finanszírozás, hogy 25 főnél nullás. Tehát a finanszírozás 25 főnél nullás, hogy egy óvodai csoportba kell dadus, két óvónő, két dadus, pedasszisztens, tehát ez mindegyik személyzettel jár, és pedagógusok kell ellátni őket, sőt volt olyan óvodánk, ahol nem volt elég pedagógus, a pedagógiai asszisztensek látták el ezt a feladatot. Most ez a helyzet optimalizálódni fog, az összes intézmény hasonló létszámmal fog működni. Továbbá a képviselők megszavazták a Kölcsei óvoda teljes körű felújítását is. A mostanában jellemző heves vitákkal és szócsatákkal tarkított közgyűlések dacára a legutóbbi ülésen arról a napirendi pontról, amely a kárpátaljai magyarok támogatásáról szólt, mindkét fél könnyen tudott igennel szavazni. A kárpátaljai magyarok megtámogatására Szita Károly megyei városok szövetségének az elnöke kezdeményezésére
egy felhívást tett közzé a megyei városok felé, és itt a javaslat az 5 millió forint volt, sajnos a szexázás költségvetése nem áll jól, de mindenképp szeretnénk támogatni, és nemes a cél, hogy a kárpátaljai magyarokat támogassuk, és a pénzügyi bizottság 1 millió forintot javasolt ennek a célnak a megvalósítására. Lehetőségénkhez képest ennyi volt, és ez végül is átment a közgyűlésen, megszavazta a közgyűlés. A közgyűlés összesen 9 napi rendi pontot tárgyalt. Alsónyéken a kultúrháznál kapott helyet az a termelői és kézműves piac, amit első alkalommal rendeztek meg a községen. A szervezők célja az volt, hogy a helyi és hazai termelők bemutathassák a portékáikat, illetve a környékben élők igazi kézműves termékeket vásárolhassanak. Jó, a másik a lédei, és ezt a beledobjuk a kárba, ez feloldódik, közepében lesz valami meglepő. Kézzel készült csokoládék, mézek, kozmetikumok, sajtok és még meg annyi áru várta az érdeklődőket, akik ellátogattak Alsónyékre. A megvásárolt termékekkel a környékbeli, illetve hazai termelőket és vállalkozókat lehetett támogatni. Most először rendezzük meg, hát remélem, hogy lesz folytatása ennek a dolognak. Úgy néz ki, hogy elég sokan vannak. Ha sikeres lesz az eladók szempontjából is, akkor úgy beszéltük, hogy egy negyed évente megrendeznénk, mert sűrűbben azért nem biztos, hogy jó lenne ez a dolog. Az időjárás is kedvező volt, a piacra nem csak a községből, hanem a szomszédos településekről is sokan ellátogattak, akik a közel 50 termelő portékái közül válogathattak. Különösen nagy érték az, hogyha tényleg kézműves termékeket tudunk vásárolni, és ugye azt már sokszor elmondtam, hogy az, hogy mire ide kerül egy ilyen kézműves termék, abban rengeteg verejték, rengeteg munka, és rengeteg energia, pénz és idő van. Sokszor a családtól elszakított szabadidőt is fel kell annak érdekében áldozni, hogy árusítani és itt kínálni tudjunk. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, bízom abban, hogy negyed évente, ahogy itt elhangzott, meg tudjuk szervezni Alsónyéken. Egy kicsit azt is remélem, hogy majd kulturális programokat is tudunk ez a program mellé varázsolni, de én azt gondolom, hogy ez a tömeg ez önmagáért beszél. Bárdos Viktor szervező úgy gondolta, teremt egy olyan lehetőséget a vállalkozók számára, ahol kialakíthatnak egy vásárlói közösséget. A piacon kizárólag kézművesek és termelők vehettek részt, akik a saját megtermelt, otthon készített termékeiket árusíthatták. Nem kérünk helypénzt, ezt nagyon szépen köszönjük a polgármester úrnak, aki ingyen és bérmentve rendelkezésünkre bocsátotta a területet, illetve hát a szervezésért nem kérünk pénzt. Mi úgy vagyunk vele, hogy csináljunk egy jó hangulatú piacot, legyen mindenki elégedett, és akkor így mindenki szép jó szájízzal jön legközelebb is. A szervező az idei évben 4 vásár tervez, a következőt nyáron rendezi meg a Levendula birtokán. Ilyenek vagyunk címmel nagyszabású bemutatkozó műsort tartott a Tolnai Vosinszky Mór általános iskola. Az eseményre körülbelül 1000 néző volt kíváncsi. Megtelt a Tolnai Lovarda a Vosinszky Mór általános iskola Ilyenek vagyunk című előadása alkalmából. Az intézmény több órás műsorral készült, amelyben az osztályok léptek színpadra, különböző zenés, táncos produkciókat, színdarabokat bemutatva, de volt, aki verset is mondott. A kezdeti izgalmak után és a főpróba, ami döcögbe haladt, hát én úgy gondolom, hogy zseniálisak voltak a gyerekeink. Én úgy gondolom, hogy a hosszú idő ellenére is, aki itt ma megjelent, nagyon jól érezte magát. A rendezvény hagyomány az iskola számára, több mint 10 évvel ezelőtt tartották az első ilyen alkalmat. Az újabb műsorra minden 3. évben kerül sor. Takács Zita, az intézmény igazgatója szerint a megjelentek egy felejthetetlen estén vettek részt. Nem szeretnék senkit kiemelni, mert azt gondolom, hogy nagyon sok munka volt, minden osztály évfolyam készült becsületesen. A jelenet azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, a kezek tánca is fantasztikus volt, de azt gondolom, hogy mindenki mindent beletett tehetségének és képességeinek megfelelően. A gyermekek közül sokan több darabban is szerepet vállaltak. Én voltam egy színdarabban, egy táncban és egy énekben. A énekben a Grundot énekeltük, a táncban a Vöröshajú Szemüveges, én voltam a főszereplő, és a színdarabban pedig én voltam a Puccoska,
aki hát egy ilyen nagyon rózsaszínes, tündi-bündi kislány. Zárásként a tanárok is bemutatták produkciójukat. A szervezők bíznak benne, hogy az intézmény 3 év múlva is tovább tudja majd vinni az iskola hagyományát. A nagy hétben vagyunk, felkészülési időszak ez a kereszténység legnagyobb ünnepére. Az évszázadok alatt sokat változtak a szokások, de az ilyenkor hagyományos ételek még ma is az ünnepi asztalra kerülnek. Húsvét vasárnap ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását. És én a feltámadási szentmisén a megszentelt ételek között nagyon fontos, hangsúlyos volt a sonka, illetve a kenyér, amit kalács képében vittek egyébként az emberek. A sonka jelentősége, ez is szintén visszavezethető a zsidó Peszák ünnephez, hiszen a Peszák alatt a macesz, a keletlen kenyeret ünneplik ugye a zsidók, és az Egyiptomból való megmenekülésüket. A húsvéti asztal elmaradhatatlan kellékei a sonka és a tojás, ahogyan a húsvét jelképe a bárány. A keresztényeknél kifejezetten a feltámadás és a bőjt után a tojással, tejjel készített gazdag kalács tésztát szenteltették meg az ételszentelés során. Szintén a sonka, illetve a sonka a húsnak a jelképeként jelképezi a bőjtnek a végét, a krisztusi feltámadásnak az öröm ünnepét. Megint csak azt lehet mondani, hogy komoly párhuzamai vannak a zsidó hagyományokkal. A zsidó ünnepkor bárányt szentelnek. Megkérdeztük a szekszárdi lakosokat, hogy milyen menüt készítenek húsvétra. Szűzérmét fogok megtölteni aszaltszilvával, a másikat meg kolbászhússal, és vagy rizs, vagy krumpli, és ehhez barack befőtt. Van, aki inkább a hagyományosabbnak számító ételeket részesíti előnyben. A sonka, tőzött káposzta, kakaspörkölt, ezek. Hagyományos ételek. Nagy öröm ilyenkor a családdal találkozni, Ferenc is így gondolja. Aglegénként nem nagyon készülök, kimegyek a családhoz nagyjából, ennyi nekem a tervem, és akkor ott ünnepelünk egy kicsit. Bátyáméknak van 2 gyereke, nekik van húsvéti csomag, meg van egy kisugom, aki 12 éves, neki is van húsvéti csomag. Velük úgy elleszünk egy kicsit, és így. Nagyjából nekem ennyi a húsvét. A legifjabbaknak is vannak már kialakult húsvéti étkezési szokásaik. A szalonna, hát meg még sok minden, de inkább egyébként a torva. Természetesen az ilyenkor szokásos édességekről sem feledkeznek meg. Nekem a húsvéti nyuszi csoki, meg hát a sonka, a szalonna, a főtt tojás, mint amik régen is voltak, azok most. Nekem a kedvencem a sült nyúl. Az bebőjúcsek. Egy sült nyúl, meg a kedvenc csoki tojásaim. A töltött csoki tojás. A gyermekek között is akad, aki a tradicionális fogásokat szereti. Nekem a húsleves. A húsvéti tojás nem csupán az ünnepi fogások, hanem a locsolkodás része is. A tojás a kereszténység megjelenése előtt is a termékenység örök életszimbóluma volt. Színesre, díszesre festésük jóval később alakult ki. A piros szín Krisztus vérét jelképezi. Bódis Gergely László solymász ragadozó madarakkal végez nagy intenzitású reptetés Szekszárdon azokon a területeken, ahol problémát okoznak a vetési varjak. A cél meggátolni, hogy ezek az állatok újra fészket építsenek. Most, hogy meglátott, én akkor még kidumálja magát, ez egy 2 perc. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata folytatja a vetési varjak lakótelepre költözésének megelőzését. Az erre a feladatra megbízott szakember a Toldi és a Bajcsi-Zsilinszki utcában, illetve a Kölcsei és a Vosinszki lakótelepen dolgozik. Kétféleképpen tevődik össze, egy statikus és egy dinamikus védekezésről beszélhetünk. A ragadozó madár aktív jelenléte a varjakban megszünteti a természetes biztonsági érzetet, és ezzel ösztönzi őket, hogy keressenek egy másik helyet, ahol már zavarás nélkül tudják folytatni a fészkelést.
A Solymász hangsúlyozta, a vetési varjak védett állatok, így fontos, hogy bennük ne keletkezzen kár a zavarásuknál. Én többféle ragadozó madárral végzem ezt a tevékenységet, statikusan általában solymokat szoktam magammal hozni, akik itt nem repülnek, de a jelenlétük már félelmet kelthet a varjakban, illetve vannak úgynevezett amerikai héjafélék Harris héják, akikkel viszont dinamikusan is tudunk végezni ilyen tevékenységet. Le kell szögezni, hogy az én madaraim érdektelenek a varjakra nézve, viszont ezt a varjak nem tudják, bennük félelmet kelt a látványuk. A ragadozó madár és a solymász között folyamatos kontakt áll fent, az állat követi a szakembert és hívásra visszaérkezik hozzá. Dióhéjban ez egy bizalmon alapuló vadásztársi kapcsolat a ragadozó madár és a solymász között, ez a mindennapi aktív foglalkozásnak a eredménye. A vetési varjak fizikai és zajszennyezéssel is zavarják a lakóközösséget. Mert a parkírozóban nagyon összepiszkítják a gépkocsikat, és nagyon nehéz lepucolni. Úgyhogy nagyon jónak tartom, hogy a város erről gondoskodott. A védekezés nagyjából április közepéig tart, egészen addig, amíg a varjak költése el nem kezdődik. A kisállatvásárlás egy komoly döntés, számtalan érv szól amellett, miért ne vásároljunk húsvétre nyulat ajándékba gyereknek, ismerősnek. Az újdonság varázsa hamar elillan, és a kisállatok sínylik meg a felelőtlenséget. Fiát Szilvia, a Tolna megyei Állat és Természetvédő Alapítvány elnöke nyilatkozott a témával kapcsolatban. Az alapítvány elnöke elmondta, volt olyan év, amikor tömegesen hagytak sorsára kisnyuszikat az ünnepek után az utcán, amiket aztán ők befogtak. Sok kisállat már egy-két hét után otthon elhalálozik a nem megfelelő gondozás miatt. És erre vannak statisztikai adatok, hogy ilyenkor húsvétkor Magyarországon több ezer kisnyuszi hal meg, pontosan azért, mert túl korán leválasztják a szülőktől őket, aztán elviszik haza a gyerekek, ők fogdossák, amit a nyuszi nem nagyon szeret, és nem nagyon tűri. A nyuszi, a kisnyúl és a felnőtt nyúl is rendkívül érzékeny állat. Tehát, hogyha az ember nem megfelelően gondoskodik róla, akkor nagyon hamar meg tud halni. Az állatokat a problémás tartás miatt is eldobják. 10-12 évig él, azt az állatot addig kellene tartani, a nyulakat oltásra kell vinni, állatorvoshoz kell vinni, speciális almot, pelletet, speciális táplálékot kell nekik venni. Tehát egy nyúltenyésztő is meg tudja azt mondani, hogy mennyire nem egyszerű a nyuszikat tartani, különösen, hogyha ez egy olyan családba kerül, akiknek fogalmuk sincs a nyuszi igényeiről, mert a nyuszi nem egy kutya vagy egy cica, hogy megveszem neki a bolti eledelt, megsimogatom, és akkor így nagyjából el van, ők sokkal érzékenyebbek ennél. Fiát Szilvia azt javasolja, inkább találjunk más elfoglaltságot, ajándékot a gyerekeknek. Minden szülőt arra biztatunk, hogy semmiképpen ne vásároljanak se nyuszikat, se barikat, se bárányokat, se semmiféle kis állatot húsvétkor, hanem ünnepeljék közösen a gyerekekkel együtt ezt az ünnepet, használják ki az értelmes időtöltésre, vásároljanak a gyerekeknek mindenféle plüss állatot, plüss nyuszit, csokoládénnyuszit, és most olvastam, hogy Szekszárdon nagyon sok érdekes program várja a gyerekeket. Láttam, hogy a művelődési házban is vannak programok, a gyűszűbirtokon is vannak programok. Az állatvédők bíznak abban, hogy évről évre több lesz a felelős szülő, aki úgy dönt, nem visz haza nyulat húsvétkor. A protestáns németek betelepüléséről tartott előadást Müller György Bonyhádon. Az est folyamán a családtörténeti kutatásról is informálódtak a megjelentek. A protestánsok betelepítése 1719-ben kezdődött, és három nagy hullámban zajlott egészen 1788-ig. Leginkább Németország hesseni, Rajna vidéki, württembergi és bádeni területeiről történtek a betelepítések. Ezek egyik oka az volt, hogy a török háborúk után a tolnai, baranyai és a somogyi területek kiürültek. Másfelől pedig a 30 éves háború, ami ugye 1618 és 48 között volt Németországban, óriási pusztításokat végzett. Utána maga Németország is lakossági importra szorult, és ez a népesség, amelyik 1648 után bekerül, egyszerűen már 1720-as évek elején, 10-es évek végén túlnépesedik, tehát már nem találja meg a számításait Németországban. Leginkább a másod-harmadszülött fiúk voltak azok, akik útnak indultak. Az első szülöttek vitték tovább az apától örökölt paraszti gazdaságot. A gyökerekkel pedig azért kell foglalkoznunk, mert onnan jövünk. Tehát saját magunkat is csak úgy érthetjük meg, hogyha a gyökereinkről tudunk valamit.
Bonyhádiak idén ünneplik a város újratelepítésének 300 éves évfordulóját. Bonyhádra az első németek Frank részről érkeztek 1724-ben. Mivel a katolikusok vannak többségben, legtöbbször a katolikusokról hallunk, de ezen a vidéken nagyon viszonylag nagyobb számban vannak evangélikusok és reformátusok is. Tolna megyébe két helyre telepítettek reformátusokat, az egyik település Nagyszékely, a másik pedig Mórágy. Nagyszékelybe 1721-ben érkeztek, reformátusok és Mórágy szintén ebben az évben ünnepli a 300 éves jubileumát. Az elnök hozzátette azt is, hogy a legelső német telepesek svábok voltak, és Teverre érkeztek 1712-ben. Akkor volt egy kis szünet, és a 1719-től, 20-tól, ettől az időponttól Bonyhád környékén megjelentek a német telepesek, Kismányok, Majos, Mucsva, Izmény ezeken a településeken, és tehát Bonyhádra 1724-ben jöttek az első katolikusok, utána pedig nagyon sokan érkeztek, el lehet mondani, hogy az egész dél-német területről, valamint még Ausztriából is. Az akkori nehéz körülmények miatt él a mondás, az első telepeseknek a halál jutott, a másodikoknak a szenvedés, és csak a harmadik generáció kaphatta meg a kenyeret. Kedves nézőink, önök a megyei híradót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!